Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és ismételten egy Minecraftos videóval jelentkezem, ami azon belül egy restonas videó, és azon belül pedig egy titkos ajtó lenne, és akkor be is mutatnám, hogy hogy működik. Ugye itt van egy ház, de nincs benne semmi, pedig itt lehet látni, hogy kétszer akkora, mint ez, de még sincs itt semmi. Ugye mi vagyunk a rablók, ugye be akarunk jönni ide, keressük a csesztet, pillanat csak a mikrofonomat, így, keressük a csesztet, de sehol se találjuk, aztán akkor elmegyünk, jövünk mi, mi ugye tudjuk, hogy mit kell csinálni, figyeljetek, ide állok, és kinyílik az ajtó. És ugye nyugodtan bemehetek, berakom a értékeket, sütök, kraftolok, zenét hallgatok, ha lehet aludni, akkor alszok, elvégeztem a dolgomat, ráállok a pressure plate-re, kimegyek, és megyek tovább. Na most nézzük meg, hogy hogy lehetséges az, hogy itt nincs semmi, semmilyen pressure plate, semmi, de mégis, ö, tudom ö, irányítani, vagy ki tudom nyitni az ajtót. Nézzük, hogy hogy lehetséges ez ugye szintén Még mégpedig úgy, hogyha ideállunk a sarokhoz, akkor azzal feltolunk egy csillét egy aktiváló sínre, ami aktiválja a resztón Reston vezetést, ami a járfordító segítségével itt deaktiválódik, és a pisztonok visszahúzódnak, a sticky pisztonok elnézést, ugye magukkal húzva az előttük levő blokkot. Itt van egy blokk, e fölött van a pressure plate, ha arra rálépünk, ugye a titkos szobából, akkor az aktiválja a reston vezetést, amit a jelfordítást ismét deaktiválja, és újra visszahúzódnak a pisztonok, amivel ugye magukkal húzzák megint az előttük levő blokkot, és ki tudunk menni a szobából. Most megépíteni ezt nem fogom, mert borzalmasan egyszerű. Viszont itt a reston vezetést egy kicsit még itt mutatom, hogyha valaki meg szeretné építeni, akkor lássa, hogy hogy kell. Ugye tényleg egyszerű, amint láthatjátok. És akkor én el is köszönnék, köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok a videót, vagy iratkozzatok fel a csatornámra további ilyen jellegű videókért, és hamarosan jövök a következő résszel, addig is sziasztok!